A Kollégium Plus program célja, hogy a kollégiumokban nevelkedő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, főleg felső tagozatos diákok számára többletszolgáltatást biztosítson, azért, hogy a családból hozott hátrányokat leküzdhessék. Ez egy modellkísérleti program, amely a Kedveshez programjából indult ki. Ebben 6 kollégium vállalta, hogy 3 éven keresztül fejlesztenek, és keresik azokat a módszereket, amelyek a legeredményesebbek a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. Különböző kollégiumok arra igyekeztünk a kiválasztásnál figyelni, hogy legyen benne állami fenntartású, civil fenntartású, egyházi fenntartású, tehát fontos, hogy minden szektornak a tapasztalata megjelenjen. Fontos az is, hogy területileg ezek különböző helyen legyenek az országnak, hiszen a területi különbségek is fontos, hogy megjelenjenek, és az is fontos volt, hogy ezekben a kollégiumokban a hátrányos helyzetű és a halmozott a hátrányos helyzetű diákok aránya nagyon magas legyen, lehetőség szerint 50% vagy a fölötti. Ma az látszik, hogy ebben a 6 kollégiumban, ami kiválasztásra került egy pályázat során, több mint 200 olyan gyermek van, aki hátrányos helyzetű, tehát azt várjuk, hogy a harmadik év végére valóban lesznek olyan kézzelfogható tapasztalataink, amelyek alapján aztán ki lehet bővíteni országosan majd a programot. Így Magyarország versenyképessége hosszú távon növelhető. Jelenleg 6 intézmény vesz részt a programban, azonban a sajtótájékoztatón Cibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a jelenlegi 110 millió forintos programkeret idén tovább bővül 30 millió forinttal, így szeptembertől 2 újabb intézmény kapcsolódhat be. Nagyon örülünk, hogy a nyíteleki kedvesház bekerült, hiszen itt általában 20-22 gyerek van a kedvesházban, sajátos kedvesházi pedagógiával tanulnak. A lényeg az, hogy megszerezzék az alaptudást, utána sikeresek legyenek, tovább tanuljanak, és egy közösségben élnek, hiszen itt kollégiumi rendszerben tanulnak, hiszen Nyírteleknek nagy a külterülete, és ezek hátrányos helyzetű családokból jönnek, vannak közöttük romák is, akiknek ez az egyetlen esély a társadalmi felemelkedésre. Örülünk neki, mert 5 intézmény kerül be, és 15 gyereknek kell lenni ilyen kollégiumi programba, és ez egy körülbelül egy 18-20 millió forintos támogatás jelent ehhez a kedvesházi modellhez. Az országgyűlési képviselő hozzátette, fontos a jó helyi gyakorlatok megismertetése a programban résztvevő intézményekkel, hiszen a jelenlegi 11%-os lemaradási arányt 2020-ig 10% alá kell csökkenteni a kormány céljainak megfelelően.